Én idő, veled. Ez itt a Femina Podcast csatornája. Lélektöltő beszélgetések Sós Andreával és vendégeivel. A komfortzónánál nincs veszélyesebb dolog, mondja Vosola Rozina, amivel édesanyja Kányakata teljesen egyetért. Anya és lánya gondolatairól, gondolkodásmódjáról nagyon is képet kapunk a Femina Podcast legújabb adásában. De miben hasonlítanak még egymásra Kata és Rozina? Ott volt az asztalon egy fénykép, egy fekete-fehér fénykép, ilyen barna hosszú hajjal, és kérdeztem a Rozit, hogy ezt hol csináltak rólad, Rozier? Mi ez a kép? És mondta, hogy az te vagy, mama. Meg néha ránézek a Rozira, és esküszöm, látom magam. Nem nagy baj szerintem. Nem, az én legalább látom, hogy jók a kilátások. És, és mi a helyzet az éjszakázással? De az egészséges éjszakázás hívek, hogy a wellness nightlife-ba nyomod, ami meg is látszik. Tehát, nem, hogy... én nem bírom az a... Tehát valószínűleg valami olyasmiről van szó, hogy a, mint az ázsiaiaknál, hogy nincs meg az az enzim, ami lebo. Én ezt szerintem nem. Szerintem te a kontrollvesztést nem bírod. Az is lehet. Mi minden derül még ki? Én imádom ezt a nevet, mert... Hát ő egy Rozi. Én egyrészt nagyon egy Rozi vagyok, és pontosan megvan bennem az a kettősség szerintem, ami a Rozinában és a Roziban megvan, és tudok választani, hogy éppen melyik legyek, és egész gyerekkoromban egy ilyen kócos kis ördög voltam, aki Rozi névre hallgatott, és akkor néha aztán cserebogárként Rozina előbb bújt, és lett belőle egy nő. A beszélgetésben előkerülnek a legújabb szenvedélyek, vagyis hogy miben teljesedik ki Kata, és mire kattant rá újabb a Rozina. És lesznek igazán megszívlelendő mondatok is. Az ember nagyon sokszor kívülről sokkal tisztábban látja, hogy a másik rohan a vesztébe, vagy valami nagy butaságot csinál, vagy hogy ennek nagyon rossz vége lesz, de nem tud mit csinálni kívülről. Tehát érzel ilyet anyukáddal kapcsolatban is időnként. Tehát neki most így már nincsenek akkora kilengései, hogy éreznék, de egyébként van, néha van. Fejtegetjük, hogy miért egyre nehezebb párt találni, beszélünk a digitális diétáról, és végül a mozaikokból összeáll a kép arról, hogy Kányakata és Vosola Rozina szerint hogyan érdemes élni az életet. Femina Podcast. Én idő veled, Kányakatával és Vosola Rozinával. A vendégeim a Femina Podcastban Kánya Kata, illetve Vosola Rozina. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Nagyon szépen köszönjük a meghívást. Szuper, hogy itt vagytok velünk, és velünk töltitek az én időnket. Nem volt egyszerű megszervezni ezt a beszélgetést. Rozi, te különböző utazások sűrűjében szakítottál ránk időt. Kata megmondta, hogy bár az irodában is épp elég munka van, de hogy te próbálsz majd alkalmazkodni. Igen, hát most már ez így van, hogy én vagyok a Vosola Rozina anyukája. És hát ő lényegesen többfelé dolgozik most már, mint én, és én könnyebben tudok alkalmazkodni ő hozzám, mint ő én hozzám. Tehát, hogy ez mind a ketten ragaszkodtunk volna a tennivalóinkhoz, akkor ez a büdös életben nem jön össze ez a dolog. Ezúton is szeretném megköszönni ezt a rugalmasságot. Én nekem nagyon nagy hobbim az utazás, bár bevallom, hogy érdekes módon ezt annyira nem szoktam reklámozni a közösségi oldalaimon, valahogy ezeket megtartom magamnak, ezeket az utazásokat, és most is készülök elutazni, illetve hát nyáron mind a kettőnknek a Balaton az egy kardinálisan fontos desztináció, úgyhogy mind a ketten elég sok időt töltünk a Balatonon. Nézegettem a médiában, nagyon szívesen látnak benneteket vendégül, igen sok médiumban, de ti is szívesen mentek, ebből erre következtetek. Az az igazság, hogy amikor a Rozi bekerült a konyhafőnökbe, még versenyzőként, akkor a csatorna megkérdezte tőle, hogy az anyukája milyen módon kíván a háta mögé állni, mert hogy ugye már volt arra példa, hogy ismert anyukák gyermekei szerepeltek különféle ilyen betélkedős műsorokba, és ilyen is volt, olyan is volt, volt, aki azt mondta, hogy semennyire, volt, aki azt mondta, hogy minden. És én azt mondtam a Rozinak, hogy én pontosan annyira, amennyire ő akarja. Tehát, hogyha akarja, akkor
meg se szólalok, és letagadom, hogy ismertem. Ha akarja, akkor 100-100, tehát a 0-tól 100-ig válaszza ki a spektrumból azt, ami neki jó. És akkor gondolom, hogy a Rozinak valahogy ez jó volt, és akkor én ezt természetesen bevállaltam, nagy büszkén. És hát azóta akkor ez így egyik megszólalás követte a másikat, és aztán meg hát mi szeretünk tulajdonképpen együtt lenni, és túl sok időnk nincs együtt lenni, úgyhogy ez is egy ilyen együttlevés. Igen, szerintem mind a kettőnknek, én azt gondolom, hogy megvan az okunk büszkének lenni a másikra. Szerintem inkább erősítjük egymást, mint hogy bárki bármiféle szelet kivenne a másik vitorlájából, úgyhogy ez egy win-win. Úgyhogy én nagyon boldogan megyek bármilyen megkeresésre édesanyámmal. A nevet ugye Rozina, anyukád meg mondja Rozi. Ezen gondolkoztam, hogy hát ez mekkora, hogy nem a Rozáliából van a Rozi, hanem a Rozina. Ez kinek volt a... Az apjának, mert hogy mi nagyon szegények voltunk, és nekem egy darab rongybabám volt, akit úgy hívtak, hogy Rozi. És én úgy éltem az életemet, hogyha nekem egyszer lesz egy lányom, azt úgy fogják hívni, hogy Rozi. És akkor, mikor ő érkezőben volt, akkor mindenki mondott mindenfélét, hogy milyen jó lenne, hogyha nem tudom, Gizi lenne, vagy nem tudom micsoda, és akkor mondtam, hogy tényleg jó lenne, de hát őt úgy hívják, hogy Rozi, úgyhogy ezen nincs mit vitatkozni. És akkor azt mondta a papája, hogy ide egy Rozália be nem teszi a lábát. És akkor mondtam, hogy nekem tök mindegy, mondom, ott van az utónévkönyv, válasszál, nekem az a lényeg, hogy Rozi legyen. És akkor a papája választotta a Rozinát. És Rozina szereti is ezt a nevet. Én imádom ezt a nevet, mert valahogy no man is no man, szóval, hogy... Hát ő egy Rozi. Én egyrészt nagyon egy Rozi vagyok, és pontosan megvan bennem az a kettősség szerintem, ami a Rozinában és a Roziban megvan, és tudok választani, hogy éppen melyik legyek, és egész gyerekkoromban egy ilyen kócos kis ördög voltam, aki Rozi névre hallgatott, és akkor néha aztán cserebogárként Rozina előbb bújt, és lett belőle egy nő, és akkor néha még mindig vissza tudok menni Rozihoz, amikor mondjuk mostanában egy hegyről lefele vágtatok egy mountain bike-on, és életem kockáztatásával érzem jól magam, de hogy mindig megvolt ez a kettősség szerintem bennem, és tök jó az is, hogy amikor én felnőttem, akkor egyáltalán nem voltak Rozinák, és most látom azt, hogy kezdenek Rozinák felnőni, de azért még mindig nem egy nagyon-nagyon elterjedt név. Nem gyakori. Lehet, hogy te is ihletsz néhány Rozinát. Egyébként igen, a Szulák Andinak a kislánya lett miattam Rozina, a Hegyi Barbanának a lánya lett miattam Rozina, és az én kedvenc és legnagyobbra tartott séfem, Tóth Szilárd, aki a Szolt étteremnek a séfje Magyarországon, és ha osztogattak volna itt a Covid alatt Michelin csillagot, ők már kettőt is kaptak volna, mert sajnos most nyitottak ki. Neki is Rozina a kislánya, ő nem mondta, hogy miattam, de azért én ezt a dicsőséget magaménak tudom. Úgyhogy az is egy tök ízelgő dolog. Femina Podcast. Én idő veled. Láttam egy képet, egy olyan képet rólad, Kata, de ez nektek nem újdonság, hogy milyen hihetetlenül hasonlítotok egyébként. Hirtelen azt hittem, hogy Rozina. Egy olyan 30 évvel korábbi kép lehet? Olyan, hogy ott volt az asztalon egy fénykép, egy fekete-fehér fénykép, ilyen barna hosszú hajjal, és kérdeztem a Rozit, hogy ezt hol csináltak rólad, Rozi, ez milyen paróka, vagy mi ez a kép? És mondta, hogy az te vagy, mama. Szóval, hogy én is tudom, meg néha ránézek a Rozira, és esküszöm, látom magam. Nem nagy baj szerintem. Nem, az én legalább látom, hogy jók a kilátások, és akkor mindig megnyugszom, bár hozzáteszem, hogy mama azért bizonyos szempontból sokkal egészségesebb életet élt, mint én a vendéglátós életemmel, mert hogy az én életemben sokkal több éjszakázás és vendéglátás került be legalábbis ez idáig. De azért én most így ki vagyok egyezve, hogyha így átnézek az asztal fölött arra, hogy mi vár rám. Bár ugye színészeknél sem az egészséges életmód az elsődleges, vagy hát az éjszakázásban azért kijutott ott is bőven. Hát fiatal koromban persze, hát azért élni kell az életet. De haragudj, ez már, bocsáss meg, ne haragudj, te színészekhez képest se. Tehát ne haragudj, de tehát, hogy te
nem voltál részeg az életedben, amit nagyon büszkék vagyunk mindannyian. Hát, nem bírom az alkoholt. Na, erről beszélek, na, de hát de úgy most nem lehet éjszakázni. Én abszolút tudtam na, de hát az, na jó, de épp, akkor te az egészséges éjszakázás híve, hogy te a wellness nightlife-ba nyomod, ami meg is látszik. Tehát, nem, hogy... én nem bírom az alkoholt. Tehát valószínűleg valami olyasmiről van szó, hogy a mint az ázsiaiaknál, hogy nincs meg az az enzim, ami lebo. Én ezt szerintem nem. Szerintem te a kontrollvesztést nem bírod. Az is lehet. Az is lehet. Nem tudjuk. Lényeg az, hogy én még soha, én pedig többször nekifutottam, mert egyszerűen csak kíváncsi voltam az érzésre, hogy milyen lehet alkohol mámorban fetrengeni. Nem csak fetrengeni. És meddig jutottál. Egyáltalán meginni két pohár bornál többet. Igen. És... nem siker, tehát aha, rosszul leszek. Tehát te innál még, de... de elindul aha a szoba, és uh-huh annyira rosszul leszek, hogy nincs az a hatalom, hogy én igyak, mert rosszul leszek. Hát azért meg nem iszik az ember. Biztos van benne valami jó, amit nekem nem sikerült felfedezni. Na, de ez meglátszik, tehát, hogy a hidratáltság, a kisimultság, kialvadság, hát igen. Ként visszatérve a színészek és az éjszakázás témára, valóban, hogy most mit jelent az éjszakázás, azt, hogy alkoholizálunk, bulizunk, vagy éjszaka dolgozunk. De érdekes módon nem édesanyámon keresztül, hanem volt egy pár kapcsolatban, amin keresztül elég mély beletekintést kaptam a színész világba. És valahol egyébként azok a színészek, akik igazán-igazán kemény szerepeket játszanak, és igazán odarakják magukat minden este a színpadon, nekik egyszerűen le kell fűzni. És ez nem az alkoholizmust jelent, és nem azt jelenti, hogy minden este talajrészegnek kell lenni. De ő nem tud 10-kor kijönni a színházból, és egy tisztes feleség lenni, és akkor hazamenni, megfőzni a holnapi ebédet, és lefűzni azonnal. Legalábbis én így láttam, és akikkel én beszélgettem, ezt láttam, hogy ott igenis ugyanúgy, hogy, mint ahogy például a vendéglátásban is, ha van egy teltházas este, ahol pörögnek a fejemben a vagy amikor én még felszolgáló voltam, az volt a legnehezebb időszak ebből a szempontból mentális terheltségben, hogy tudod, hogy milyen bor, melyik asztal, hányas rendelés, hova jön, ott már befejezte az előtel. Tehát így mondjuk 10 asztalt így fejben tartani, és lehozni este 7-től 11-ig, ez egy olyan mentális terhelés, nem tud utána az agy kikapcsolni, hanem igenis szükség van arra, hogy lefűzd. Nyilván jobb lenne meditálni, például. Gyorsan edzeni egyet. Vagy elmenni futni, vagy igen, ilyesmi, de kevesebben választják ezt az utat a színészek és a vendéglátósok körében. Jó, hogy ezt mondod, mert hogy a nem csak Karcsiék voltak, nem csak Károly, ugye meg két színész a József Attilából legutóbb velünk, és hát ott is ugyanígy ez előjött. Ők is első kézből meséltek árral, hogy igen, nem lehet felszállni a villamosra és hazamenni, mit letetted, de nem tudom, hamletet, vagy bármelyiket, igen, tehát az nem 5 perc abból a lelki állapotból kijönni. Igen. És a rádiózása hogy van, Kata, szerinted? Mert hogy te a színészet után abban is jócskán benne voltál, a médiát le lehet tenni? Én nem akarok ebben vitatkozni, hogy a színészet, tehát hogy olyan lelki állapot után mennyi idő kell a váltáshoz, szerintem mindenkinek annyi, amennyi, tehát ez személyfüggő. Ha csinálsz egy élő műsort, az nyilván baromi koncentrálást igényel, jól is el is fáradsz egy 3 órás élő műsornak a végére, főleg úgy, hogy ugye, amit én 10 évig csináltam, ezt a Cupidót, ott így ültem a mikrofonnál, bekapcsolták a versenyzőt, és azt mondtam, hogy haló, és addig fogalmam nem volt, hogy ez kicsoda, és volt körülbelül 5 másodpercem arra, hogy felmérjem, hogy milyen hangom, milyen intenzitással, milyen stílusban kell vele beszélni ahhoz, hogy elmondja mindazt, amire kíváncsi vagyok. Én nem vagyok egy ilyen, most akkor felszellemültem, aztán leszellemülök, és akkor most a idő kell, hogy úgy gondoljam, és a kikapcsoljak, és a nem tudom, az ember teszi a dolgát, aztán vége van, beül a kocsijába, hazamegy, és akkor jó, ha kedve van, akkor elmegy máshova, vagy mit tudom én, de hogy én szerintem ez lelkialkat kérdése, meg személyiség kérdése, hogy ki mennyi, milyen mélyen megy bele, de egy rádióműsor szerintem az nem olyan, az inkább egy borzasztó erős koncentrációt igénylő, a színészet is nyilván, de hogy ott nincsenek ilyen nagy érzelmek, amit kezelni kéne, hanem csinálja az ember lehetőleg jól.
Akkor te nagyon jó zsilipálsz. Tehát ez a magánélet munka, leteszem ezt, fölveszem azt. Ez egy emberen belül is az adott lelki állapottól, az adott helyzettől függ, hogyha, mit tudom én, nyilvánvaló, hogy amikor az ember bemegy a stúdióba, vagy fölmegy a színpadra, akkor kint kell hagynia a magánéletét, bármekkora baj van, mert a profi az kint tudja hagyni a magánéletét. Hogy aztán, amikor összemegy a függöny, vagy kikapcsolják a stúdiót, hogy akkor mennyire, én szerintem abban a pillanatban jön vissza minden, ami esetleg probléma, vagy gond, vagy öröm, vagy bármi. Tehát, hogy az egyiknek vége van, és akkor nem áll meg az élet, hanem az ember éli tovább az életét, és nyilvánvalóan, hogy ez egy emberben is nagyon sokszor változik, hogy mennyire van szükség időre, meg mennyire van szüksége az átélésre, vagy a lerakni az érzelmeket, vagy a koncentrációt, vagy nem tudom. Ha az ember sokat dolgozik, és szüksége van rá, akkor lesz egy technikája arra, hogy ha kell, hogy ezt hogyan tudja maga számára a legjobban csinálni. Merünk mélyre ásni. Femina Podcast Sós Andreával. Mi az, ami most leginkább foglalkoztat benneteket a saját hivatásotokban? Én tudom, hogy a mamát mi foglalkoztatja a legjobban, de az nem biztos, hogy a jelenlegi vagy az eddigi hivatásához van köze. Mindig elkap az embert szerintem egy szenvedély, és én már rég vártam, hogy a mamát elkapja egy szenvedély, és azt hiszem, hogy ez most megtörtént. Lehet erről beszélni? Igen, persze. Hát, igen, elkezdett a kerámiázni édesanyám, és ez nagyon érdekes, mert a Covid alatt egyszerre mentünk el két teljesen külön kerámia órára véletlenül, és hát aztán én elkeveredtem onnan, vagy én annyira nem szippantódtam be, de hát édesanyám viszont eléggé beszippantódott, úgyhogy azt hiszem, hogy benne most lángra lobbant valami az elmúlt hónapokban, és hát én nagyon remélem, hogy ez a lelkesedés megmarad, mert szerintem annál hálásabb kevés dolog van, mint hogyha az embernek van egy igazán olyan hobbija, amit nem tud lerakni, és folyamatosan gondolkodik rajta, és fejleszti magát benne, és ez egy szuper dolog. Egyébként nekem a biciklizés lett ilyen a Covid alatt, a kerékpározás. Én egy elektromos mountain bike-ban lettem szerelmes. És elektromos? Igen, egy elektromos mountain bike. Elképesztő, hogy milyen táblatokat nyit. Tehát, hogy az embernek a dimenzióváltás, és hogy simán 60-70 kilométereket lehet terepen úgy biciklizni, hogy közben van levegőd, és nem azt érzed egy hegymenettől, hogy meghalsz, viszont nagyon-nagyon edzésben tart, és valamiért az én korosztályomban azt látom, hogy nagyon rácuppantak az emberek. Tehát akkor ez is sport, mert hogy most aki nem ért hozzá, az, hogy jó motoros mondtam, vagy nem értem, motoros, ez annyit tesz, hogy gyakorlatilag messzebb tudsz vele menni, gyorsabban tudsz menni. Gondolom, de te hajtod. Helyen föl tudsz menni, ahol nem tudnál egy. Annyit tesz, mint hogyha mondjuk kilowattban mérjük a lábad erősségét, akkor hozzátesz még egy kicsit. Tehát, hogy erősebb vagy tőle, és gyorsabban megy a kerékpár. És az az érdekes, hogy egy nagyon társasági dolog, tehát hogy gyakorlatilag egy ilyen kirándulós történet és a természetben időtöltés, úgyhogy erre meg én kattantam rá, de ezek nyilván nem szakmai kérdések, azért én a vendéglátásban jövök, és akkor mindjárt átadom a szót a kerámikusunknak a családban, hogy én nyilván nekem a fő profil a vendéglátás és a Bestia étterem, most már a 7. életévébe lépett, és hát azért ez az újranyitás, ezután a hosszú-hosszú téli állam után egy elképesztő kihívás volt minden szempontból. Most ez 4,5 hónapja történt meg, azért mi még mindig nyögjük ennek az utórezgéseit. Mindeközben eszméletlenül hozott olyan változásokat, amiket lehet, hogy magunktól nem léptünk volna meg, viszont belekényszerültünk bizonyos helyzetekbe, és nagyon pozitív változások lettek főleg egy 7 éves étterem életében. Úgyhogy nekem a legnagyobb kihívás az nyilván a Bestia, hogy jobbak és jobbak legyünk minden nap, és jobbat tudjunk adni a vendégeinknek minden nap, és ennek még mindig van egy ilyen Covid utolsó
tórezgése, és hát kicsit remegve várjuk, hogy a szeptember-október mit fog hozni, mert most már én azt gondolom, hogy most már tényleg nem élné túl a magyar vendéglátás, hogyha bármiféle megszorításokkal kellene megküzdenünk, úgyhogy jelen pillanatban ez a legnagyobb kihívás. De akkor beszéljünk a kerámikussal, ha átvehetem így a műsor irányítását. Köszönjük szépen. Akkor megszólítjuk, igen, a kerámikus művészünket is. Én egyébként láttam a közösségi oldalon a föltett kerámiáidat. Ja, egyet-kettőt ilyen nagy bátortalanul föltettem. Igen, de nagy sikerük van. Egy fél éve kerámiázom, és hát ez abszolút a tanulás időszaka, ez egy beláthatatlan tudomány, tényleg. De mit ad neked? Hát minden, szóval hihetetlen boldogság az, hogy valami nincs, és akkor én csinálok valamit, és lesz. És van az agyamba valami, egy tárgy, és akkor azt elkezdem csinálni, és aztán vagy engedi az agyag, vagy nem engedi az agyag, vagy beleszól, vagy azt mondja, oké, ez így jó lesz, ha nem, akkor elmegyünk valahova másfele, és akkor még az égetések, és akkor még a fest, a színek, a mázak, a mit tudom én, és nyilvánvalóan egy új dolog az új energiákat ad, ami azért sosem árt. Szélesíti az embernek a látómezejét, mert hogy az egészen biztos, hogy teljesen másképp nézek azóta a formákra, meg a színekre, amióta én is használom őket. Tehát, hogy egy teljesen más látásmód, ahogy az ember a világot nézi. Hát egyszerűen én nagyon-nagyon régen kerestem, mert van nekem hobbim, nem is egy. De búvárkodástól a síjelésig. Meg a kutyák. De hogy egy olyat kerestem, amihez nem kell elutaz. Tehát amikor esik az eső, meg hideg van kint Budapesten, a belvárosban, ahol én rakom, ott is lehet csinálni. Annyi mindent próbáltam, de mondjuk, ha nekem meg kéne kötni egy sálat, tehát kiírtanám a családomat tényleg, mert az annyira nem én vagyok. Ez alatt ért engem. Hát nekem ő az egyetlen rokonom a világon. Nincs több, sajnos. Femina Podcast. Én idő veled, Sós Andreával és vendégeivel. Kánya Kata és Vosola Rozina. Együtt is jók. Én. Annyira jó nézi benneteket, és ahogy ugye Rozi, hogy ugyanúgy gondoskodik rólad, megvezet meg, hogy merre felé lenne jól irányulni. Én szerintem ez az mi életünkre nem húzható rá, tehát hogy ott azért mind a két irányból egy nagyon nagy szabadság van engedve. Tehát én inkább úgy voltam azért nevelve egész életemben szerintem, hogy szabadon voltam engedve. Nyilván ennek megvannak a nehézségei, és megvan a rengeteg hozama, de hogy én nem éreztem ebben terelgetést. Én sokkal... Akkor mondjuk azt, hogy gondoskodás vagy egy ilyen óvó. A gondoskodás az biztos van mindkét oldalról, persze. Abban, amit én megéltem, az sokkal inkább a képességfejlesztésről szólt, hogy megnézem, hogy neked te miben vagy jó, és neked mi a jó, és abban erősítelek téged. És hogy én szerintem ez egy nagyon követendő példa, mint szülő. Ha egyszer szülő leszek, akkor szerintem én is ezt szeretném követni, mert nem lehet megerőszakolni egy embert. Meg lehet sajnos. Nem úgy értem, tehát nem azt mondom, hogy nem lehet. Szabad. Nem szabad megerőszakolni egy embert, mert annak egy nagyon rossz vége lesz. Boldogtalan életet fog valaki élni, aki 8-tól 5-ig egy olyan munkát végez, amit nem szeret. Ne, és sajnos a mai társadalom az pedig erre van beállva, hogy gyári munkásokból rengeteg kell, hogy legyen, és rengetegen kell, hogy busz vezessenek, és miközben valószínűleg mindenkiben van valamihez tehetség. Azt csak meg kell találni, szerintem egy szülőnek, osztom itt az észt, úgyhogy tényleg még sajnos még nincsen gyerekem, de hogy egy szülőnek a legeslegnagyobb felelőssége az, hogy segítsen a gyereknek megtalálni, hogy az miben lesz lehet jó. Lehet buszt vezetni, hogyha azt imádja. Ezt mondom, oké, okay, persze, csak rengetegen ülnek boldogtalanul volánnál, meg rengetegen kasszáznak boldogtalanul, és közben nagyon sokszor ez azért is van, mert nem hiszik el magukról az emberek, hogy képesek lennének valami másra, vagy képesek lennének a saját álmaikat megvalósítani, és miért? Azért, mert egész gyerekkorukban azt hallgatták, hogy te erre nem vagy jó, te csak arra vagy jó, vagy mert ezt a példát látták. És én azért nagyon hálás vagyok, hogy én nem így nőttem fel, és azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül csak
az anyagi körülmények és a lehetőségek által befolyásolt történet, mert nagyon sok olyan jó családból származó gyereket látok, akinek ügyvédnek kellett lennie, mert az apuka ügyvéd volt, és majd te is ügyvéd leszel, és majd vissza tovább, és ott ülnek ma 36 évesen, nagyon boldogtalanul, még az is lehet, hogy jól keresnek, de az életük az nem jó ettől még. Ez a kérdés, hogy onnantól kezdve viszont, hogy kiléptem a szülői kötelékből, mennyiben vagyok én felelős azért, hogy tovább viszem-e, és ugyanazt a mókuskereket csinálom, amikor én, és rájövök, hogy én ebben nagyon nem érzem jól magam. És akkor mi van, amikor én már jutottam oda, hogy hoppá. Ezt úgy hívják, hogy generációs mintakövetés. Uh-huh. Tehát, hogy a Rozinak az a mázlia, hogy az én szüleim fantasztikusak voltak. És én annyira boldog voltam, mindig azt szoktam mondani, hogy nekem volt a legboldogabb gyerekkorom. Mert hogy engem, én azt gondolom, hogy az ember él egy életet, ami egy példa a gyereknek. És az én szüleim olyan szinten támogattak engem mindenben. Elmondták, hogy szerintük így vagy úgy, ha én azt mondtam így, akkor azt mondták, oké, itt vagyunk. És miután ez nekem fantasztikus volt, és én repülhettem, amerre láttam, azt gondoltam, ha nekem jó voltok, az én gyerekemnek is ez így jó lesz. És így aztán én is sokkal fárasztóbb dolog, halkan jegyzem meg, sokkal nehezebb dolog. Úgy nevelni. Mint egy rárakni egy sínre, és nem engedni lekanyarodni róla. Egy biztonságosnak látszó sínre, hogy azt mondani, hogy tessék, itt a világ, edd meg. Gyereknek meg kell magyarázni azt, hogy nem baj, ha ront. Mert ugye nagyon sokan vannak, akik attól való félelmükben, hogy nem fog sikerülni, attól való félelmükben nem indulnak el megvalósítani az álmukat, vagy az álmaikat, és én mindig azt mondtam a Rozinak, hogy nem baj, ha nem sikerül. Mert csak annak nem sikerül, aki nem próbálja meg. De úgy élni, hogy meg kellett volna próbálni, de kihagytam félelemből, az szerintem az a legszörnyűbb dolog. És nem az a baj, hogyha az ember letérdel egy szituban. Az a baj, ha utána nem porolja le a térdét, és nem megy tovább. Tehát, hogy én mindig azt mondtam neki, hogy lehet hibázni, lehet nem sikerülni, mindent lehet, csak utána korrigálni kell. Ahogy a Nárai Tamás apukája mondta, lehet hibázni, csak ne csináljunk belőle kollekciót. Ez mennyire ment át az életedben, Rozi? Tehát voltak ilyen nagy bevállalásaid és nagy eleséseid? Mai napig, hát persze. Aha. Tényleg, aki nem próbálkozik, annak se sikerei, se kudarcai nincsenek. Tehát, hogy ha megnézzük azokat az embereket, akik igazán sikeresek, akkor nekik egy dologból volt több, mint a siker, a kudarcból. Tehát ez egészen biztos, hogy ott több tanulópénz is van. Tehát, hogy lehet az életet élni amplitúdók nélkül, de nem érdemes szerintem. Tehát, hogy azok igenis kellenek, azok a lentek és fentek. Mikor voltál legutóbb nagyon lent? Ezek napi szinten is történnek, ezek a dolgok. Tehát, hogy én nem vagyok egy sémára beállt ember, tehát nekem nincsenek napi rutinjaim, akármiről beszélünk, a munkáról, a sportról, a táplálkozásról, az utazásról. Én nem minden évben ugyanoda elmegyek egy hétre nyaralni, vagy minden reggel 8-kor felkelek, vagy minden reggelire ezt eszem, vagy így iszom a kávémat, vagy úgy eszem a tojásomat, hanem én egy nagyon experimentális embernek tartom magam. Rengeteget szeretek próbálkozni mindenben. A gasztronómiában, az életben, a filozófiában, amiben élem az életem. Tehát én szeretek kipróbálni dolgokat, mert nagyon kíváncsi vagyok. És ebben rengeteg csalódás, bukás van, ami nem úgy sikerül, mint hogy az ember hiszi, de hát ebből tanul, meg tapasztalatot szerez. És hogy dolgozott föl? Az is könnyen megy? Hát attól függ, miről van szó, de én azt gondolom, hogy inkább ez egy tapasztalat. Tehát az élet az egy nagy, hosszú tapasztalatszerzés, és akkor szépen úgy az ember helyre rak mindent a dologban. Nyilván vannak üzenetek, amiket tudnék az 5-10-15-20 évvel ezelőtti énemnek mondani, hogy nem szeretnék, hogy mit és hogyan lenne másképp, de közben meg lehet, hogy egy teljesen más ember lennék, vagy kevesebb lennék. Meg szerintem mindentől nem is lehet megóvni az embert. Tehát, hogy a gyereket, tehát, hogy a gyerekét is egy szülő próbálja mindentől megóvni, nem lehet mindentől megóvni. A szeretteinket, legyen szó anyánkról, testvérünkről, gyerekünkről, családunkról, nem lehet. És,
És az ember nagyon sokszor kívülről sokkal tisztában látja, hogy a másik rohan a vesztébe, vagy valami nagy butaságot csinál, vagy hogy ennek nagyon rossz vége lesz, de nem tud mit csinálni kívülről. Te akkor érzel ilyet anyukáddal kapcsolatban is időnként. Tehát neki most így már nincsenek akkora kilengései, hogy éreznék, de egyébként néha van. Vállald fel magad. Én idő veled. Femina Podcast. Nem állom meg, hogy a hivatásodba is bele ne kérdezzek, igen, mert hogy azért ez egy állandó beszédtéma, a társkeresés, párkeresés, a szigorítások végével, meg hát alatta is. Tehát ez a fajta történet totál átalakult, a társkeresés. A randi helyszínektől elkezdett csomó akadály volt. Egyre nehezebb. Tehát most nem, ha nem a Covidról beszélünk, én 25 éve csinálom ezt az irodát. Amikor elkezdtem, még nem volt internet. És állítom, hogy könnyebb volt társat találni, mint ma. Tehát megszűntek a fórumok, megszűntek a lehetőségek, a véletlenen kívül gyakorlatilag nincs. És nem véletlen, hogy ennyi online társkereső, ennyi társkeresős nyelvtanfolyam, utazási iroda, főző tanfolyam, mit tudom én, minden megél a piacon, mert szükség van rá, mert az embereknek nincs hol ismerkedni. Mondjuk a házi bulikra gondolok. Aha. Hogy mi elindultunk egy házi buliba, és akkor nem volt mobiltelefon, és akkor mentünk a Józsihoz. Tehát nincs házi buli. És akkor közben találkoztunk Gézával, meg Zsuzsival, és akkor azt mondtuk, hogy gyertek, megyünk a Bélához. Más is jött, tehát ott összegyűlt 30 ember, akiből 15-öt nem ismertél. Vagy ezek az egyetemi klubok, vagy mit tudom én. Szóval egy csomó olyan normális működési terület volt, ami ma már nincs. Profitorientált lett az egész szórakoztató ipar, este, vagy mint az éjfélkor elkezdődik a tuc-tuc, szól hajnalig, és mindenki már padlórészegen megy oda, hogy ne kelljen sokat költeni. Hol ismerkedsz? Az egy létező opció, hogy hát a... Hát az interneten, ugye. Na, erről igen, beszélek. Az nem olyan, hogy belenézek a szemébe, és azt mondom, hogy ki vagy te? Ez a fiatalokra is így igaz akkor. Hát abszolút. Tehát most nem csak arról van szó, hogy már idősen, már keveset járnak el, már nincs kivel összejönni. Hova járjanak a fiatalok ismerket? Én azért nyilván, hogyha arányosan nézzük, akkor igazad van, tehát biztos, hogy sokkal több házi buli és analóg felület volt arra, hogy az emberek megismerkedjenek, de azért én, ahogy látom mondjuk az öcsémet, azért ő elég sok házi buliban, elég sok lányjal ismerkedik meg, és elég sok fesztiválon például ott van, ahol az egy tök jó táptalaj arra. Jó, hát az érted, van nyáron egy fesztivál, tehát hogy én csak azt mondtam, hogy iszonyatosan lecsökkent arányaiban a lehetőség. Arányaiban így van, és egyébként főleg én szerintem, tehát talán nem is a fiatalok körében, tehát én azt látom, hogy talán... És a bocsáss meg, hogy beleszorok, de azért a te öcséd nem elsősorban a család alapítás. Na ezt mondom, hogy szerintem ilyen addig, ameddig a korosztály el nem kezd családot alapítani, tehát most korosztályosítva nézem, tehát ilyen 30 körülig, addig tök könnyű ismerkedni, viszont hogyha valaki 30-ig nem találja meg a párját, vagy 28-ig, mert ott azért még átjárnak egymáshoz, ott még buliznak együtt, de hogy ott utána már elkezd nagyon nehézé válni, mert utána tényleg már kevesebb, nincsenek házi bulik, már mindenki dolgozik, már, tehát hogy vagy tényleg az ember fiatalon isteni szerencsével belenéz a szemébe az igazinak, vagy pedig baromi nehéz évek várnak rá. Nem firtatom azt, hogy ezzel te hogy állsz. Szeretnél beszélni róla. Köszönöm szépen, hogy nem firtatod. Boldog párkapcsolatban élek 6 éve. Femina Podcast. Én idő, veled. Lélektöltő beszélgetések Sós Andreával. A válások száma is megnőtt a Covid alatt. Borzasztóan, meg a családon belüli erőszak is megnőtt. Meg hát, ahogy megnyitottam az irodát, elkezdtek özönleni az emberek a lockdown után. Mert hogy ugye nagyon sokan élnek úgy, hogy egyedül, hogy hetente 5-ször jár edzőterembe, hetente 2-szer bulizik a haverjaival, és még ezt csinál ilyen tanfolyam, olyan izé, nem tudom, vasárnap kihalusza magát, és kezdődik az egész előről. És elfedi saját maga elől a valós hiányérzetét. És akkor jött a bezártság, és mindez lefoszlott az életéről, és ott maradt magának, és rájött, hogy borzasztóan egyedül van.
és ez ellen tenni kéne valamit, és akkor ahogy felszabadult, elindultak az emberek, hála jó Istennek, mert azért sok, sok sikerélmény, meg sok, sok jó dolog történik. Rozina, neked a következő utad is egy utazás lesz, nem sokára mész. Hova? Én nagyon sokat járok mostanában Dél-Amerikába, és én nagyon szeretem ezt a vidéket, és nagyon sok barátom él ott. Nagyon érdekes egyébként, hogy ugye én Firenzébe jártam egyetemre, ott gasztronómiai egyetemet végeztem, és rengeteg úgymond cserediák, illetve ilyen erasmusos diák volt ott nálunk, és valamiért engem a dél-amerikaiakkal sodort össze az élet, és mexikói, guatemalai, kolumbiai barátaim lettek főleg, és hihetetlen egyébként, hogy pont itt a nem tudom már hanyadik hullám alatt én kimentem Mexikóba, mert az étterem kilátásban sem volt, hogy mikor tudjuk kinyitni. Úgy voltam vele, hogy nem az zárt falak közt őrlöm az idegeimet, hanem kimegyünk Mexikóba. És hogy 20x év után ugyanúgy vettük fel a kapcsolatot ezekkel az emberekkel, és hogy én nagyon szeretem Dél-Amerikát, és valahogy nagyon furcsa, hogy az édesanyám, ő Ázsia felé vonz a szíve, és ő ott érzi otthon magát, tehát ő nagyon-nagyon arrafele szeret járni. Én meg egyszerűen nagyon Dél-Amerika, és nagyon, nagyon ez a vidék az, amivel azonosulni tudok. És most kimész, és mivel fogod ott tölteni a napjaidat? Én hiszem azt, hogy ez egy, tehát, hogy egy picit az a világ, amiben mi élünk, az nekem egy picit túlterhelt információban, és digitalizációban, és szerintem ti pontosan emlékeztek arra, hogy milyen volt az élet az internet előtt, vagy abban az időben, amikor egy picit lassabb volt. És én hallottam egy olyanról, hogy létezik egy digitális elvonulás, ami arról szól, hogy az ember egy pici időt a természetben tölt a modern civilizációtól elvonulva. És én ezt már kétszer megcsináltam, és nem egy könnyű dolog kiszakadni ebből a mókuskerékből, amiben be vagyunk itt ragadva. Viszont eszméletlenül kifizetődő utána mentálisan, fizikailag egy ilyen nagyon nagy tisztulás az, hogy az ember egy picit leszakad erről az állandó bekötöttségtől, hogy ez az információ függőség, amiben élünk. Úgyhogy én megint szeretnék egy ilyen digitális diétát végigcsinálni, és valószínűleg ez fog történni Peruban. Hát akkor érezd ott nagyon jól magad. Köszönöm azt szépen. Kívánjuk. Test, lélek, szellem. Femina Podcast. Én idő, veled. Nagyjából képet kaptunk a gondolkodásotokról, és hogy mennyi munka van abban, ahol tartotok. Munka és önismereti munka. Mi az a tanács, amivel ellátnátok mondjuk a mai nőket? A független nő, aki közben azért szeretne a párkapcsolatában is jól működni, nő szeretne maradni, de közben hivatást is gyakorolni. Mi az, ami bennünk most hiányozhat ehhez, vagy ami bennünk megdolgozandó ehhez? Hát ez egy nagyon, nagyon nehéz kérdés, mert egyfelől azt gondolom, hogy nincs ilyen generális tanács. Tehát, hogy ahányan vagyunk, annyifélék vagyunk, és ahhoz, hogy jól tud élni, vagy komfortosan, nem hiszek ebben a boldog életben, de hogy jól és komfortosan és neked megfelelően tudjál élni, szerintem mindenkinek más és más a recept. Én, amikor jönnek hozzám a társkeresők, akkor én elsősorban azt nézem meg, hogy mint egy diavetítőnek az objektívén, vagy hogy mondjam, ezen a kis csavarható cuccon, hogy lehetne állítani egy picit, hogy az ő élete számára jobb legyen. És ez mindenkinél más és más. Én egyetlen egy dolog van, amit tudok, hát nem is tanácsolni, csak ami szerintem fontos alap, hogy bátran kell élni. Pont ezt akartam egyébként mondani, csak másképp azt akartam mondani, hogy merjenek álmodni, és keressék a kihívásokat, de gyakorlatilag az valahogy ugyanezt jelenti. Tehát nem... Valószínűleg ez nem véletlen. Igen, de nagyon-nagyon veszélyes az, és ez egyébként egy agykutatónak hallgattam az előadását nemrég, baromi veszélyes rutinszerűen élni. Tehát már csak akkor, hogyha nem ugyanazt az útvonalat választjuk munkába menet, már az megváltoztatja a napi gondolkodásunkat, mert ha rutinszerűen kimegyünk, ugyanazt a kávét megcsináljuk, meg ugyanazzal a fogkrém, fogat mosunk, ugyanúgy beülünk az autó, bekapcsoljuk, ugyanaz a rádióállomás, ugyanaz a reggeli műsor, ugyanaz az út, ez egyszerűen olyan szinten bénítja és fárasztja el az agyat, hogy
hogy abban a pillanatban, ahogy pici kihívások elé állítjuk magunkat, egy másik sportot választunk, egy másik útvonalat, egy másfajta könyvet, egy másik filmet, egy másik baráttal találkozunk, ez mind-mind arra késztet minket, hogy impulzívabban éljünk, tehát az életre sarkal. Én egy nagyon érdekes tanulmányt olvastam ugyanerről, hogyha valaki meg tudná azt oldani, már pedig meg lehet oldani, hogy hetente egyszer nem a saját ágyában alszik. De a híd alatt, akkor a híd alatt avval sincs probléma. Ha egy haverjánál csövezik, akkor ott csövezik, ha a vonaton megveszi a jegyet oda-vissza 6 órára, és ott alszik, tök mindegy. Csak pontosan ugyanerről a rutin kiszakadásról van szó, hogy evel például azt mondja ez a pszichiáter, aki ezt a tanulmányt írta, hogy gyakorlatilag mindenfajta depressziót meg lehetne szüntetni, mert hogy egy olyan zökkenést ad. A komfortzónánál veszélyesebb dolog nincsen, szerintem. Tudod, tehát nekem mi van az előszobámban? Hogy az élet ott kezdődik, ahol a komfortzónád véget ér. Igen. Csak én szoktam mondani, hogy nekem nincs komfortzónám. Igen, én is ezt szoktam mondani, igen, hogy nekem nincs komfortzónám. Mert az a komfortos, ha nem vagyok benne. Így van. Hát igen, gyakorlatilag. Igen. Hát akkor bátran. Bátran. Azt köszönjük. Hajrá, nagyon szépen. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Kánya Kata és Osala Rozina voltak a Femina Podcast vendégei. Együtt töltöttük az én időnket. Köszönjük még egyszer. Ez volt mára a Femina Podcast. Legközelebb is várunk.